Sziasztok! Kóskolos vagyok, és szeretném most bemutatni pár szóban röviden a foglalkozást, amit a gyerekeknek dolgoztam ki. Ez egy kognitív készségfejlesztő és integritás növelő foglalkozás. Itt mellettem egy örvös légykapó csípog, vagy sípol. Ez nem az éneke ennek a madárnak, ez a riasztó hangja, tehát valamilyen veszélyt érez. Én szerintem, én túl közel vagyok most az odujához, és emiatt van így kétségbe se, odébb is megyek, mert szerintem nem fogja tudni etetni a fiókáit, hogyha én beszélek mellette. Egy nagyon egyszerű gondolat mentén született ez az elfoglaltság. Az van mögötte, hogy a gyermekek természetes odafigyelését és kíváncsiságát használom ki, vagy veszem igénybe, erre alapozva. Odahívom őket olyan dolgokhoz, amiket én érdekesnek találok. És én mellettem, vagy az én figyelmemen, vagy érdeklődésemen keresztül találkoznak ezekkel a dolgokkal. Tehát az ember igazi kapcsolatba léphet a környezetével egy intenzív figyelmes pillanatban, vagy egy tudatos odafigyelés során, és ez volna a célunk, ezt gyakoroltatnánk a gyerekekkel, úgyhogy mi is ott vagyunk velük. Egy ilyen üdeli-ligetes kis erdőbe jöttem most ezt a felvételt elkészíteni. Ezt a madarat nagyon szeretik, most éppen egy csúszka, egy örvös légykapó, egy énekes rigó, szerintem cinegék is vannak a háttérben, már gyakorlatilag összezavarodom én is, hogy mi minden szól egyszerre. Akármihez is fordul oda, és akármi kelti fel az ő érdeklődését, a felnőttebben tudja őt segíteni, és a gyerekeknek tulajdonképpen minden újdonság, tehát számukra minden egy új világ, egy felfedezéssel egyenlő, egyenértékű, az ő világuk nagyon ki tud tágulni, nagyon el tud színesedni, nagyon sok minden belefér, hogyha segítünk nekik ebben. Szívesen dolgozom együtt a pedagógussal egyéb másfajta tematikus foglalkozásokban, vagy olyan jeles napokon, mint a Föld napja, vagy a Madarak fák napja, esetleg nyári táborozás során. Iskolákban pedig mondjuk szakkörszerűen tud működni az én foglalkozásom. Óvodákban sokkal kötetlenebb a dolog, de ott ugye egészen más szinten is vagyunk. Van úgy, hogy találunk olyan nyomokat, amikből mindenféle következtetést tudunk levonni. Például egy jellegzetes helyzet, vagy egy kismértékű messzedés, valamilyen kistermetű madár, fióka kirepülést követően itt várta a szüleit. Azt gondolom, hogy mivel ez egy alapozó foglalkozás, a gyerekek számára az a jó, hogyha minél gyakrabban, rendszeresen történik, olyan havi egy alkalommal nagyjából, és nem egy tanévre vonatkozik, hanem túl tud nyúlni, tehát mondjuk ismételni tudjuk a biológiai év folyamatait, rá tudunk látni mondjuk egy teljes évnek a változásaira, hogy mi zajlik a természetben. Ezek mind több szintűvé teszik a mi odafigyelésünket. Ennek folyamán ugye madarakkal foglalkozunk, a természetet járjuk, vagy nem, hogyha nincsen lehetőség, akkor foglalkozunk minden mással. Tehát nem tudom, az óvoda udvarán létrehozott magas ágyásban paradicsomot termesztünk, vagy kis kerti tavat hozunk létre, vagy megnézzük a napfogyatkozást, mint annak idején egyszer, vagy mindenki saját madárodot készíthet, hazaviheti, téli madárhetetés, tematikus napok, ezek mind összekapcsolhatók. Eljöttem ide az odutelepre, amit az állami gondozott gyerekekkel hoztunk létre. Leszaradtuk az odókat, kihoztuk őket ide, és időről időre kijöttünk megnézni, hogy mi van benne. Ugye általában először meg szoktam nézni, hogy nincs benne darázs. A lódarázsok előre szeretettel belefészkelnek. Van benne egy törött tojás. Remélem, hogy látszik. Nem is van egy fészek.
És ez is légykapó fészek, ez a tipikus ugye fűszálakból, száraz fűszálakból összerakott fészek. Ez még akár esélyes is lehet arra, hogy az idén fiókákat neveljem. Nem az a cél, vagy sosem volt az a cél, hogy tárgyi tudást adjak át nekik, vagy hogy ők faj neveket megtanuljanak, vagy ilyesmi. Inkább az ezt megelőző, tehát ezt a fajta tanulás megelőző odafigyelésre próbáljuk őket buzdítani. Az rendszeresen fordul elő, hogy odaszaladnak hozzám azzal, hogy mit fegyeztek fel az elmúlt 10 másodpercben. Ez a fajta kötetlen és ösztönös odafigyelés a dolgokra, ezt meg lehet nyitni, én úgy vettem észre, tehát ki lehet őket ebben bontakoztatni. És hát ezt végezzük. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!